Szép napot kívánok mindenkinek, ez most egy nagyon-nagyon gyors ilyen PS tutoriál lesz, egy néhány perces, csak egy kis rutinba beavatkozás, viszont lehetőség szerint annál hasznosabb. Gondolom mindenki ismeri már lassan a szinte lerágott csontként kezelt Csernobil sorozatot, én magam is láttam, és igazából furcsa, hogy ugye most ez itt köszön vissza, miközben a fotózáshoz, hát gyakorlatilag semmi, viszont van a sorozatnak egy olyan aspektusa, amiről viszont érdemes beszélni, és ami jól jöhet nektek akár fotózáskor, akár videókészítéskor. Ugyanis a Csernobil sorozatnak van nagyon egyedi fényelése, egy color gradingje, amit most megpróbálok rekonstruálni, és megmutatom nektek, hogy ilyet hogy tudtok ti is csinálni, hogyha szeretnétek hasonló hangulatú, vagy hasonló típusú képeket csinálni, vagy egyszerűen csak tetszik nektek ez a színvilág. Mocsok gyorsak leszünk, úgyhogy lássunk is hozzá. Ugye az a lényeg, hogy itt van ez a képünk, ez az alapkép. Eltakartam kicsit a bácsi fejét, hogy azért mégse legyünk inkorrektek, és ebből lesz ez a kép. Tehát egy teljesen más helyenbe elvitt, kicsit zöldes, kicsit kékes, abszolút nem színhű fényelés, viszont van egy kicsit filmes hatása, főleg a Csernobil vonatkozásában. Szóval, akkor most nézzük, hogy mit is kell ezzel csinálni. Tehát itt van nekünk az alapkép. Gyakorlatilag csak a kameráról lesz szükség, tehát tényleg ez itt most csak tiszta csúszka húzogatás lesz az egész. Ctrl-Shift-A, hívjuk be kameráróba ezt a képet, így is van. És akkor, ugye, hogyha leülünk elemezni mondjuk a Csernobil fényelésének a miben létét, akkor azt kapjuk, hogy egy ilyen kékes-zöldes színvilága van, de erős vagy szaturált színek nélkül. Tehát az egész már-már szinte monokróm, de azért nem teljesen. Tehát az a lényeg, hogy akkor első körben elindulunk, kicsit durván. Azt mondja, húzzuk, mondjuk úgy eddig. Nem kell megijedni, nem fogjuk így hagyni, ez így nyilván brutálisan ortó és kotvány. De az a lényeg, hogy első körben megpróbáljuk belőni a színegyensúlyt, ami most itt a legkevésbé sincsen egyensúlyban semmivel, de nekünk ez kell. És ezután pedig a vibrációt, nem a szaturációt, a vibrációt azt elkezdjük lehúzni. Mondjuk úgy kb. Mondjuk idáig. Egy kis clarity az mehet rá, hogy éreztessük kicsit, hogy azért itt ez mégse egy olyan szoftos kép, hanem ennek azért van egy karaktere. Direkt azért választottam egy ilyen képet, amíg nagyjából passzol ide, ez a beomlott kicsit romos ház. Na most ez egyenlő egy kicsit túlkék, picit lehet visszaadni a zöldesből, mondjuk így, a fehéreket húzzuk fel. Kicsit az még kapjon egy kicsit. Így is van, mondjuk így nagyjából. Picit a kékből visszaveszünk, vagy ráadunk, ez igazából már ízlés és játék kérdése. És akkor mehet neki egy kis lencse vinyettálás, ugye egy kis sötétítés körbe. Húzzuk, mondjuk így, kicsit beljebb a középpontot, és akkor már is van egy ilyen kicsit központi kivilágított aspektusa az egésznek. Gyakorlatilag az egész az úgy ennyiből áll, innentől kezdve már csak egyéni kérdés, hogy mennyit szöszörünk még ezzel, ugye szokás szerint. Picit még visszaveszünk a vibrációba, hogyha túl erős, de a lényeg az, hogy nagyjából értitek, mire célzok, hogy így megkaptuk nagyjából ezt a fajta fényelést, ez a kicsit nagyon deszaturált, kicsit kékes, egyébként ez általában jellemző, ez nem csak a Csernobil fényelésére, csak abba jön elő leginkább, meg most az aktuális, de hogy ez a fajta fényelés, ez nagyon sok filmre jellemző. Olyan szinten rutinbeavatkozás volt, hogy szerintem nagyjából egy ilyen 3 perc alatt ez el is készül, vagy 3,6, amiről tudjuk, hogy 3.6, not great, not terrible. Ahogy Gyatlov gyíkarcártás mondaná, így van. Volt is már, aki valaki a kommentbe írta, hogy valamilyen Csernobilos képet szeretne csinálni, vagy ez van terben. Hát akkor most itek is segítség, hogy ezt hogy lehet akkor megcsinálni, mert az az igazság, hogy egy kép az nincs azzal kész, hogy elkattintjuk és mondjuk megcsináljuk rajta az alap utómunkát, hogyha adunk neki egy saját színvilágot, ami nem baj, hogyha nem feltétlen színhű, nem baj, hogyha nem teljesen a valóságot tükrözi, de hangulatában alátámasztja az egészet, akkor az tök jól tud működni, mint például itt. És például nézzünk egy teljesen másik példát, amikor gyakorlatilag a téma abszolút nem vág egybe ez az egész Csernobil dologgal, de jól tud nálam mutatni ez a szín, ez Erhofen Réka képe.
ő küldte ezt el nekem, hogy csináljunk rá valami ilyesmi fényelést, és én megpróbálkoztam vele. Kapott egy kis pergyés, meg egy kis füstös hátteret az egész, de összességében nagyjából ugyanez a metódus lett erre is ráhúzva, és van szintén egy nagyon jó hangulata, szerintem egy nagyon jó színvilága az egésznek. Szóval ez a fajta fényelés, ez nem feltétlenül csak ilyen romos, meg ilyen industriális dolgokhoz passzolhat, hanem akár például egy ilyen képhez is, mint ez, úgyhogy lehet bátran próbálkozni vele, ki tudja, minek áll még jól. Adott esetben nyugodtan küldjétek el nekem ezzel a módszerrel készült képeiteket, hogy nektek mit sikerült belőle kihozni. Azt egyébként még fontos hozzátenni, hogy ez a fajta képhez azért olyan alapanyag is kell, tehát általában ez a nem nagy kontraszttartalmú kép, tehát hogy nem a verőfényes napsütésbe szemben, hanem kicsit ez a borultabb időjárásban készült, lágy árnyékokkal operáló megoldások, de ez sem áll jól mindennek. És hogyha megnézitek a Chernobyl sorozatot, akkor ott is az van, hogy borult az ég folyamatosan, és az egész ilyen paszteles, ilyen kemény árnyék nélküli színvilágot hoz, és azért illik rá nagyon szépen ez a fajta fényelés. Ehhez viszont alkalmazkodni kell a fotózáskor is, hogyha ilyesmit szeretnétek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy hasznos, bármi kérdés van, tétek a komment szekció, és hogyha szeretnétek látni további ilyen tartalmakat, akkor iratkozzatok föl, illetve írjatok kommentet azzal kapcsolatban is, hogy miről szeretnétek esetleg még PS tutoriált, vagy mi az, amit érintsünk, mi az, ami érdekel titeket, úgyhogy várom a megoldásokat, addig is minden jót és szevasztok!